Nem egészen két hete, május 14-én lépett hatályba az a jogszabályváltozás, ami alapján börtönbüntetéssel sújtható az, aki jogerős eltiltás ideje alatt vezet autót. A változás 12 napja él, a rendőrök pedig ez idő alatt egymás után fogták el az ezzel visszaélő sofőröket. Pakson néhány napja egy ittas férfit állítottak meg, akiről kiderült, több szabálytalanságot is elkövetett. A férfi halmozta a szabályszegéseket, mert olyan járművel vett részt a közlekedésben, amelyet korábban kivontak a forgalomból, emiatt a rendőrök korábban az autórendszámát már leszerelték. Emiatt a férfi egy másik kocsi rendszámát szerelte rá az autóra, és így közlekedett vele. Szexádon is horogra akadta az elmúlt napokban olyan sofőr, aki eltiltás hatálya alatt vezetett. A Tolnai megyeszékhelyen elfogott autós ráadásul megpróbált elmenekülni a rendőrök elől, nem véletlenül. A férfit kollégáim elfogták, és kiderült róla, hogy az elmúlt napokban több alkalommal is elkövette azt a bűncselekményt, amely május 14-e óta bűncselekménynek számít, mégpedig az eltiltás hatálya alatti vezetést. Május közepe óta egyébként az, aki eltiltás alatt vezet, akár 3 év börtönbüntetésre is ítélhető. Az elmúlt napokban Tolna megyében 7 ilyen sofőrt fogtak el a rendőrök.